Természetesen elégedett vagyok a győzelemmel, még akkor is, ha egy többsebből vérző terenyei csapat látogatott ma Mohorára, és a mérkőzés nagy részét emberelőnyben játszottunk. Ez nem veszt az értékéből semmit, hisz egy dobogós csapatot tudtunk legyőzni idehaza. Igaz, azt mondom, hogy a játékunk nem mindig volt lüktető, nem mindig volt gyors, de a mai mérkőzésen is megvolt az a dominancia, ami kellett ehhez a győzelemhez, és úgy gondolom, hogy az egész mérkőzés kontrolláltuk, és kézben tartottuk. Még egyszer mondom, helyenként bele-bele aludtunk a mérkőzésbe, már az utolsó 20 perc is egy ilyen nem túl ritmusos, ütemes játék volt. Mindent összevéve úgy gondolom, hogy győzelmünk megérdemelt, és értékes mindenféleképpen, úgyhogy örülünk neki. További sok sikert a terenyének. Hát sajnos nem túl jó előjekkel indultunk a mérkőzésnek, elég kevesen tudtunk elutazni erre a mai rangadóra. Hát amit megbeszéltünk az öltözőben mérkőzés előtt, hogy visszaállunk és adjuk azokat, hogy támadjanak nekünk, és abból kontrából próbálunk gólokat szerezni. Egy 11-es után sikerült is megszerezni a vezetést, majd a első fél idő felénél egy felévelt labdánál belső védőnket kiállították, duplán megbüntettek, mert abból gólt is kaptunk. Majd jött egy 11-es alziaknak, az még kimaradt. Utána olyan nyomást helyeztek ránk, amit már nem bírtunk el, és hát így gratulálok nekik, és sok sikert a továbbiakban, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Nekünk pedig össze kell szedni magunkat, elég kevesen vagyunk, és úgy látom, hogy kicsit összezuhantunk a mai után, de próbálunk ebből minél előbb kijönni, és felállni, és minél több mérkőzést megnyerni a további meccsekből. Köszönöm szépen!